A bor. Őszi vasárnap. A reggeli napfény a tornácra tűz. Baracs Imre ott áll ingújban. A sütkérezés csak vasárnapi gyönyörűség a paraszt embernek, máskor nincs ideje rá. Az is lehet, hogy Baracs Imre nem a sütkérezés véget állott ki a tornácra. Lehet, hogy a templomba menőket nézi sorra. Lehet, hogy csak azért állott, mert az ünneplő ruháját vette fel. Mikor a paraszt új ruhát vesz magára, akkor csak az ebédhez ül le. Az ülésben kopik a ruha. Baracs Imrén csak ugyan vadonatúj kék posztó nadrágban. Mellényén ezüstösen tündökölnek a kacskaringóba vart bádok picskék. A csizmáját tegnap este sokáig pucoválta a tornácon. A haja is ragyogóra van kenve, és bal oldalán két felé választva. A bajuszát hegyezve csavarta fekete viasz. Vastag gombóc orra alatt úgy feszik most a bajusz, mintha fel volna ragasztva. Hát mondom, áll és sütkérezik. Nézi a templomba menőket. A kutyája is ott áll a kerítésnél. A léc között néz kifelé, komoly nyugalommal, mint a gazdáj. Kétruhás emberek, suhogó szoknyás asszonyok, pántlikás leányok lépkednek el időnként a ház előtt. Az asszonyok nagy fekete táblás imádságos könyvet visznek a hónuk alatt, és a könyvükből olvasólók ki. A leányok kicsin könyvet visznek, és a könyvük csipkés zsebkendőbe van beletakarva. Elmennek a ház előtt. Némelyik beköszön, a másik nem köszön be. De az asszonyok és leányok mind beköszönnek. Mert nem is lehet olyan ház előtt bepillantás nélkül elmenni, ahol eleven özvegye lakik. Talán az arcát lesik, hogy búse. Talán azt várják, hogy egyszer csak ott látják az asszonyt is a tornácon. Szokatlan valami az a falusi életben, hogy két ember elváljon, ha egyszer a pap összeadta őket. De talán ezt a módit is eltanulják már az uraktól, mint az asszonyok a kávéivást, a lányok meg a cúgos cipőt. Hát a lányok is beköszönnek. Úgy köszönnek rá, mint a legényekre szoktak, tapadó tekintettel. Baracs Imre elvégre is alig több 30 esztendősnél. Aztán a bajuszát hétköznapon is hegyesen viseli, amióta elhagyta az asszony. A bajusz azt jelenti, hogy törvényesen is elválik tőle. Baracs Imre mindezekre a köszöntésekre fejbiccentésekkel válaszol. Az asszony köszöntésére komolyabban, mint a lányokére meg a férfiakére. Hely az asszonyok! Mindig licseg locsog a sok hegyes nyelvű. Mikor az utolsó templomba menő is ellépett a ház előtt, Baracs Imre magára veti a tarisznyáját meg a szűrét, és szól az anyjának a konyhába. Az ebéddel ne siessen, Kend! Hová még? Megnézem a Jancsit. Öregasszony kihúzza a tésztából a kezét és a fiára bámul. Jancsit! Jancsit! Feleli komolyan az ember. Nem tudom elfelejteni azt a gyereket. Hát hozd haza! Békülj össze az asszonnyal, Imre! Mondd neki, hogy én vagyok a hibás! Baracs a fejét rázza. Nem, én az asszonyért nem megyek. Se vele össze nem békélek többé ebben az életben. Lekerül a kertek alá, aztán a falu végén fölkanyarodik. Rátér a kocsi útra. A kutya elmaradozva illő távolban követi. Tudja a kutya, hogy ha meglátják, visszakergetik. De Baracs Imre nem pillant hátra. Csak ballagdál az akácfák között a kocsi úton. A fák már sárgulnak. Az út szélén rozsdásan hervad a lósóska. Itt-ott egy vadrózsabokor pirosítja a gyümölcsét, az úton ugrál a pityer. Baracs a dombra érkezett. Onnan megláthatná a szomszéd falu tornyát, a vörös tetejű köpcös tornyot, ha ugyan fölpillantana. De nem pillant föl. Éppen azért nem pillant föl. Vőlegény korában ott mindig dalolásba fogott. Most nincs kedve dalolni.
Idő múltán mégis rápillant a toronyra. Olyan, mint régen, még csak nem is fakóbb. Ott eskedték össze őket abban a templomban. A falu határán kökénybokrok szegik az országutat. Imre letép egy leveles ágat és bedugja a tarisznyába. Tarisznyában vörös szemű házi nyúl üldögél. Ulasson a nyúl, ha éppen éhezik. A falu mintha fehérebb volna, mint máskor. De nem fehérebb, csak a föld barnább, meg a zsuppos háztetők barnábbak, mióta az első őszi hó leesett. Által kell mennie a falun, mert az asszony az alszegen lakik, szélről a második ház. De nem megyen által, alája kerül a kerteknek, és tapossa a gyepet. Egyszer, ahogy visszapillant, meglátja a kutyáját. Hely, cudar! No nézd, nem takarodsz vissza! A kutya beúzott farkkal inal vissza vagy 20 lépést, de csak hamar meglassúdik, megfordul, megáll. Arra vár talán, hogy a gazdája mégis meggondolja magát, s azt kiáltja, hogy gyere, kutyám! Ki tudja, milyen gondolatok forognak ilyenkor a kutyának a fejében. Azonban a gazda haragszik, hogy a kutya eljött. Kutyának nem szabad elhagyni a házat, csak szántáskor, vetéskor és egyéb külső munka idején. Ilyenkor a szűrre, magra, tarisznyára kell vigyáznia a kutyának. Baracs megint visszafordul. Látja, hogy a kutyája ül. Megrázza feléje a botját. A kutya is fölkel és megindul. A testét lomhán lógázza hazafelé. Baracs Imre tovább ballag a kertek alatt. Már egy hónapja múlt, hogy elvált a feleségétől. Azaz a felesége őtőle. Az anyó volt az oka. Bebagyulálta a kis Jancsinak a nyakát kendővel, hogy a szél meg ne fújja. Hát a szél nem is fújta meg Jancsikát, hanem torokgyulladást az kapott. Az asszony panaszolt, hogy a kendő okozta a gyulladást. Az öreg anyó felfortyant. Micsoda beszéd ez? Szó szóba. A két asszony csípőre tette a kezét, összecsattogtak. Baracs Imre az új papház áldomásáról érkezett haza. Csak elzöldült a nagy csatára. Nem is kérdezte, hogy mitől ég a tűz, csak mikor látta, hogy a felesége rányelvel az anyjára, őt is elfutotta a méreg, és felkapta a botját. Na bizony, nem valami ritka sor, hogy a parasztember megveri a feleségét. De ebben a házasságban mégis most történt először. Az asszonyt tenyéren nevelték, mert egyetlen leány volt. Baracs nem is kapta meg másképpen, csak nagy szent fogadásra, hogy nem iszik többé se bort, se pálinkát. Mert az a bolond természete volt Baracsnak, hogyha ivott, mindjárt verekedett, ütött, mint az Isten nyila. Azt ütötte, aki éppen eléje akadt. Bolond természet, de vannak ilyenek. Egy pohár bor elég, hogy megváltoztassa őket. Máskülönben bárányok. Hát, inkább nem ivott. Éltek is jámboran boldog békességben. De már, hogy az új papházat feltetőzték, neki is innia kellett a pap egészségére. Nem ivott 5 esztendeje, jól is esett neki. Az ütésre megbolondult az asszony, befutott. Nagy sebben lánggal felöltözött az ünnepi ruhájába. Megkapta a fia kezét, és elrohant, vissza se nézett. A faluban aztán nógatták Baracsot, hogy menjen az asszonyért, hogy milyen kár érte, milyen rendes, dolgos teremtés volt, kár ilyen csekéségért. Részeg voltál, mondta a pap is. Bizonyos, hogy te voltál a hibás. Tudja az asszony, hogy nem szoktál bort inni, de látod resteli, hogy szégyen szemre visszatérjen hozzád. Hát, bort nem is iszok én többet, száradjon el a gégám, ha iszok, felelte Imre. De az is igazám, hogy rossz kutya az, amelyik elhagyja a gazdáját. Vagy 2 hét múlva a kocsi jelent meg Baracséknál. Nem járt be az udvarba, csak megállt a ház előtt. Az asszony nagybátyja jött rajta. Egy olyan hallgató, nem bánom ember, akinek az egyik bajsza vége mindig felfelé áll, a másik meg lehajlik. Csak pipázik egész nap, meg a felhőket nézi. Baracs Imre azt hitte, hogy békíteni jött a sógor. Haragos szemmel fogadta. Mit akar, Kend? A ládát meg az ágyat. Hogy az öreg se nem békített,
se szemre nem hányt semmit, Imre se szólt semmit. A tornác fának támaszkodva nézte szótlanul, hogyan cipeli fel a sógor a kocsira a tulipános ládát, meg a sárga rózsás ágyat. Az asszony a templomban járt az alatt, Imre nem segített a felrakásban. Mikor az öreg visszaült a kocsiba, Imre megmozdult. Látszott rajta, hogy valamit akar mondani. Azonban az öreg meggyihikelte a lovakat, és köszönés nélkül elhajtott. Vége szakadt köztük a sógorságnak is. Hát azóta se hallott Baracs Imre se jót, se rosszat az asszonyról. Ott ballag most a kertek alatt. Ha a házak között menne, azt mondanák, jön a feleségéért. Ne gondolja ezt senki. Az alszegen meglassúdott, egyszer meg is állt, és szétvert botjával egy elszáradt bogáncskórót. Aztán megint ballagdált tovább. Fölkerült a kertek aljáról a falu végére. Kevélyen lépegetett. A lágy földben mindenütt utána maradt a csizmája patkójának a nyoma. A nyomok csak hamar a kocsi út közepére fordultak. Most már, ha meglátják is, ne gondolják, hogy szégyenkezik vagy mi. Pipáját hegyesen előre tartva füstöl el a ház előtt. Oda se néz. Mintha nem is ő vinné a pélpát, hanem a pélpa őt, mint a gőzös a vonatot. A falu csöndes. A kutyák az ebadó behozatala óta nem ugatnak. Baracs Imre nem bánná most, ha a felesége házából ráfutna egy kutya, megütné bottal. De kutya ott sincs, nem fut utána senki. Baracs Imre elballag a falu közepéig. Ott már lassú a járása. Megfordul, mintha csak pipa gyújtás véget kellene megfordulnia, de a két összetett marokból végig pislant az utcán. Nem látott ösmerős, gondolja elégedetten. De mi a manót járok én föls alá, mint a tavaszi szellő? A fiamhoz jöttem. A fiam az én fiam. Magát imígyen fölbátorítva visszatér. Megáll, és a botjára támaszkodik a ház előtt. Szembe pipál a házzal. Így fejezi ki, hogy szemébe néző akárkinek is, de bemenni nem szándékozik. A Jancsi gyerek majd csak kijön, és akkor szól neki. Elég egyet szólni a Jancsinak, megismeri az apját, száz szűrös ember közt is. De hát a Jancsi gyerek nem jön. Eközben van ideje Baracs Imrének, hogy megnézze a házat. A ház éppen olyan, mint ezelőtt, 6 esztendővel volt. Még a rozsdás rossz kasza is csak úgy áll ki a padlásjukon. A kertben a rózsa karóján most egy teljes fazék szárad, de körös körül épp úgy virul az őszi rózsa, mint mikor az asszony leány volt. Csak a kerítés mellett hervadozik egy csoport magas májva. Az nem nőtt azelőtt. Hely, sok őszi rózsa hervadt el innen az ő kalapja mellett. Minden egy rózsa tömérdek szép csókkal járt. Baracs Imre egy rakáskövet látott már jöttében az útfélen. Köveznek, gondolta, országutat köveznek. Az a rakáskő az út túlsó felén áll az ő háta mögött. Miért ne ülne le? Az a kő nem tartozik az asszony portájához, és hát ha a madár is ott ül le, ahol akar. A pipa eközben kiég. Baracs Imre újra tömi, noha még forró a cserép. De, mint báró ötvös mondaná, vannak az emberi életben pillanatok, amelyekben a pipának füstölnie kell. S ahogy így szemben ül a házzal, s a pipáját tömögeti, végig pillant oldalt az úton. Hát mit lát? Az ő engedetlen, gonosz kutyáját, amint ott ül valami 50 lépésnyire az út közepén, s lesi őt messziről. No lám, mondja Baracs, a kutya nem hagyja el az embert. Gyere ide, hattyú! A kutya felszökik. Egy perc alatt ott terem a gazdájánál, és örvendezve ugrálja körül. Baracs megsimogatja a kutya fejét. Jól esik neki, hogy nincs egyedül. Azonban a kutya egyet-kettőt szimmant a ház felé, s vesd el magad, átugrik az úton az árkon. Ott ugrál a konyhai félajtó előtt.
A Jancsi gyerek is épp akkor fut ki onnan. Új csizma van a lábán, meg egy új kis virágos szűr a vállán. Voltak éppen kiöhetett volna szűr nélkül is, de hadd lássa az apja, hogy milyen van a gyereknek. A kutya nagy nyihogással táncolja körül Jancsit, felágaskodik és rányalint a képére. A Jancsi gyerek meg átöleli a nyakát és rávereget. Hattyúkám! Baracs nézi ezt szótalan örömmel. Megvárja, míg a fia kiörvendezi magát, és a kutyától körülugráltan hozzáérkezik. Akkor aztán az ölébe veszi. Hát megösmersz engem, te! Édesapám, lebegi örvendezve a gyerek. Még a fiával gügyörész félszemmel látja, hogy egy csont és egy darab kenyér repül ki az ajtón a hattyúnak. Hattyú illetlen étvágyja a falja fel a koncot, s még kér a gyalázatos. Beeresztődik a konyhába is. A gyerek lecsúszik az apja öléből, és megfogja az apja vaskos, kérges kezét. Jöjjön be! Nem. Feleli komoran Baracsikre. Nem azért jöttem. De csak jöjjön! És ugye a gyerek hiába húzkodja befelé az apját, árnyék jelenik meg az ajtóban, és halk ruhasúgás hallatszik mellettük. Baracs Imre hallja. Egy kis rozmaring illatot is érez, de nem néz fel. Imre? Mondja egy ismert, alázatos női hang. Jöjjön be, Kend! Oda be is szólhat a fiával. Nem akarok, feleli az ember. Nem azért jöttem, hogy bemenjek. És fölemeli a fejét. Pipáját a szájába illeszti. Dacosan néz az asszonyra. Ahogy ránéz, látja, hogy milyen csinos menyecske ez az asszony. Ez az ő volt felesége. Nincs ilyen több a faluban. De mindegy. Az az asszony, amelyik elvált az urától, olyan, mint a virágzó faág, amely letörött a fáról, leesett a földre. Nem érdemes fölvenni többé. Ezt gondolja Baracsimre. S tán ki is mondaná, ha beszédbe akarna elegyedni az asszonyja. A kutya a farkát csóválva jár kell közöttük. Tudom, feleli az asszony szemét lesütve. Tudom, hogy nem hozzám jött. Nem is azért hívom, hanem, hogy a falu ne lásson bennünket. A miséről akkor sokasodott elő a hívek tarka sereg. Látszott a távolban az úton, mint oszlik a nép szanaszét. Az asszony az ura vállára tette a kezét. Hát, szól Baracs a gyerekhez fordulva, te is azt akarod, hogy bemenjek? Azt hát, feleli a gyerek. Ott van már Kennek a bor is az asztalon.